Már befejeztem a Mr. Krambos szezon, csak vártam még, hogy a Vending Machine-ba érkezzenek Halloween-es skinek. Viszont ez nem történt meg, nem érkeztek skinek a Vending Machine-ba számomra, úgyhogy lehetséges a következő szezonra tartogatják még őket. Minden esetre bemutatom őket, ő az első a vérfarkas Crash skin. Ő 40%-os chillberryt ad és Inferno bosszok ellen segít. Ez a vérfarkasos Crash skin, egyértelmű szerintem. Ilyen négyzetrácsos bordó piros ing van rajta, egy öv, kék farmer nadrág, amit szétszakított, az a vérfarkas körme, jó, nagyobb szőrzete van, és sárgán világít a szeme, a füle egy kicsit megtépázott, és a hátánál is kiszakadt az ing. A következő skinünk a Zombie Coco, 10% nitrik fungus bónuszt ad. Coco-nak a színezete lett átalakítva, ilyen sötét, ilyen feketés-barnás a haja, illetve a cipője is hasonló színű. A nadrágja, tehát a ruházata az nagyjából ugyanolyan, mint volt, csak hát a színezete lett így, a szőrzete átszínezve, ilyen zombi stílusú, ilyen zöld színű, de egyébként mosolygós zombi, úgyhogy nem kell tőle félni. Őket 2400 trófeánál lehetett feloldani, a Zombie Coco-t, és jön a Mumia Crash. A Mumia Crash 20% glow barkot ad, és hát ahogy a neve is mondja, mumia felöltözésű, ahogy így a tekercs körbe van Crash-en, így látszik még valahol, ahol leszakadt, hogy egyébként ilyen szürke is, tehát tényleg mumifikálódott a teste. A haja mondjuk érdekes, mert az kékben pompázik, így maradt a színezet, viszont a szeme az még ilyen vörös, illetve még sárga van benne, és jó, ő is jókedvű. A párját, Mumia Coco-t meg lehet szerezni, hogyha elég jól szerepelünk a ranglétrán. A 20. fokozatnál lehet 8000 trófeánál a Dolly Coco-t megszerezni. 40% Flame Orb bónuszt ad ez a baba, hát ez már egy komolyabb skin, tényleg meg kell küzdeni érte a Bandicoot Pass-en belül is. Ez valamiféle szörnyetek baba, vagy nem tudom milyen horrorfilmből jöhetett ez, de hát már a haja is érdekes, és ahogy össze van varva, ez tényleg valamilyen rongybaba lehet, ami életre kelt, és a ruházata is ilyen kötött és varrott stílusú, egy szívecske van ott a hátánál, de hú, hát ezzel nem tudom milyen gyerek aludna szívesen, hát ez félelmetes. És az utolsó jutalmak a 20.000 trófeánál a Glowing Skeleton, vagyis a világító csontváz Crash, illetve a Ghost Knight, a szellem lovag Coco skinek. Itt van ez a csontváz, ami világítós, 20%-os Wiggleweed bónuszt ad. Hát úgy tűnik ez egy ilyen ruházat, amiben Crash van, egy ilyen kezes lábas, éppen csak a feje van kint, de az normális, tehát ez egy ilyen ruházat, ami fekete, meg a cipő is fekete, csak annyiban változik, hogy egy ilyen neon színezetben van, a csontok úgy vannak jelezve ilyen neon színezettel, a haja van még befestve ilyen rózsaszínes lilásra, illetve a szeme is olyan kék, ilyen neon kék, mint ahogy egyébként a csontok világítanak. 80% Brain Freeze jutalmat ad ez a legendás skin. Hát valóban legendás, mert nézd csak, hogyan az arca körül tényleg, mintha egy ilyen füst lenne, vagy valamilyen köd lenne, kéken világít, ez tényleg egy szellem, valamilyen komolyabb szellem Coco, csak ez a lovagos kinézet. Ez a lovag már elérhető volt korábban, volt lovag Crash, illetve lovag Coco is, csak nem az ilyen szellemes Halloween alkalmából érkezett nekünk ez ide. Egyébként ez volt az alapváltozat, megváltozott az a kis minta is, de hát azért komolyabb, ami nekünk van most. Még Vampire Crash lehet megszerezni egyébként a ranglétrán, illetve vásárolgatni lehet még skineket, de egyelőre most ennyi. Majd meglátjuk, hogy a Madame Amberlish szezonba ki fog érkezni, vagy mi lesz, mert úgy tűnik az is még Halloween-es stílusú lesz.